Ima percek Ézsó Krisztián kispappal. Praised be Jesus Christ! Kelobce Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus, akiben élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, ez itt az imaperceknek, az istenképeknek 6. része. Mai nap a halál Istennel fogunk foglalkozni. Mit is jelent ez? Honnét alakul ki ez a képzet bennünk? Pszichológia azt mondja, hogy már születésünk előtt lényeges tapasztalatokat szerzünk magzatként, az élettel kapcsolatos beállítódások már ott elkezdenek beívódni belénk magzatként. Egyetlen pozitív vagy negatív élmény, amit ilyenkor átélünk, sem veszik el onnét, hiszen az anya és a gyermek között nem csak élettani, testi kapcsolat van, hanem lelki közösséget is megélnek, és a gyerek az elraktároz aztán mindent az anya érzelemvilágából, ingereiből. És az anya mélyben megélt sebzettségek sokkal keményebben tudnak hatni, sokkal rosszabbak lehetnek, mint születésünk után, amiket mi megtapasztalunk. Érezzük mi is, és nyilván így van, hogy a múltunk meghatároz bennünket, nem nagyon tudunk ettől szabadulni. És például, ha az anya sok örömöt él át a várandóság idején, akkor nagy valószínűséggel boldog gyermek születik majd. De hogyha alapvető negatív érzelmek is beépülnek, mint például a harag, az indulat, a szorongás, a bűntudat, a szégyenérzet, akkor ezt már a gyermek is elraktározza magában. Aztán, hogyha például egy nőt megerőszakolnak, és akkor ebből születik egy gyermek, vagy csak nem kívánt baba jön a világra, akkor ez a sebzettség piciben megjelenik, mert az anyamében már bizonyos érzések társulnak a magzathoz. Tehát, hogy miért éppen velem, miért pont most, mit szólnak ehhez a többiek, meg hogy fog ez alakulni, ez alapvető szorongást vált ki az édesanyából is, és ezek sajnos átivódnak már a pici babára is. Aztán, hogyha nagy Isten van halálkívánság, hogy hát lehet, hogy nem akarnám megtartani, el kellene vetetni a dilemma, és hogyha még nem is történik ez meg, már az érzelemvilág ugyanúgy átivódik így a pici babába. És náluk akkor sokszor ott van az élettel szemben egy negatív érzés, bizalmatlanság, hogy semmi joguk nincs élni, hogy fenyegetettséget élnek meg, és bennük, mint elutasítottak, nem akar gyermekek, a halálisten képe az, ami kibontakozik, vagyis a létezéstől való félelem, szorongás, reménytelenség, kétségbeesés vehet erőt rajtuk, állandó bizonytalanság, vagyis hogy az életnek nincs értelme, nincs értéke, nem is tudom miért történik ez az egész, nem tudok rajta változtatni, hát minél korábban véget is érhetne, mert tulajdonképpen ez így úgyse vezet sehová. És ezért az Isten a legjobb, amit tehet, hogy semmisítse meg ezt a világot, mert ebben nem jó így élni. És egyfajta kényszeres magatartás alakulhat ki, perfekcionizmus, tökéletességre törekvés, hogy mindennek stimmelnie kell folyton, ez így, és akkor talán meg tudom védeni magam, egy burkot tudok képezni magam körül, és akkor nem vagyok így annyira támadható. Aztán a saját életem, a szükségleteim, a vágyaim, a védőburok gyengeségeim, ezek nem megengedettek, és nem jó, hogyha vannak. Aztán álomban, álomvilágban üldözési jelenetek, menekülés, halálos fenyegetettség, szakadékok és egyéb negatív tartalmak jelenhetnek meg rendszeresen újra és újra folyton. Aztán vannak az életüket kockáztatók, akik azt élik meg, hogy a halálfélelemben jön meg igazából az élet iránti vágyuk. És ebből a körből való kilépéshez szembesülnünk kell az életet tagadó kulcsüzenetekkel. Vagyis tudatos döntést kell hoznunk a halál ellen, és a saját Istentől kapott életünk mellett kell tudni dönteni. És abból indulunk ki, hogy az élet már legyőzte a halált. És még a pozitív kulcsszavaknak is megvan az a veszélye, hogy ilyen képzetet alakíthatnak ki bennünk rejtetten, hogy lent tartanak bennünket. Vagyis életem értelme, ó egyetlenem, ó kincsem.
ez a másiktól való függést erősíti, az én fejlődésemet, az én identitásomat gátolhatja. És idővel akár persze ellentmondhatunk ettől a szülőtől kapott életet tagadó üzenettől is. A nehéz élethelyzetekben célszerű mindig tudatosan a pozitív ígéretre, a pozitív gondolatokra gondolnunk, aztán, hogyha elmúlt például egy nap este van, visszagondolnunk a mai napra, hogy mik azok a pozitív történések, amiket megéltem a mai nap folyamán. Milyen jó dolgok történtek velem. Ha azt mondom egyébként, hogy te vagy életem értelme, ez nagyon sokszor tévedés, és ez egy nagy tévedés önmagában is. Mert az egyik ember a másiknak nem lehet értelme. Mert akkor nincs feltétele az én életem értelmének, tehát nincs feltétel nélküli értelem. Hogyha egy kapcsolat révén fölismerem, hogy mi az életem értelme, az már lehet, de nem a másik ember az. Mert hogyha azt mondom a gyerekemnek, hogy hát te vagy életem értelme, akkor igazából nincs értelme, mert csak a gyermekeim lévén van. És akkor megkötözöm őt. Nem vagyok szabad én sem, ő sem. Nem engedhetem magamtól őt távol, mert hát ő az életem értelme, ezért mindig ott kell, hogy legyen körülöttem, és mindig persze ki kell szolgálnia engem. És párkapcsolatnál ugyanez a helyzet, hogy ott is nem feladatom nekem, hogy a társamnak az élete értelmét jelentsem. De a kapcsolatból adódóan persze segíthetek neki abban, hogy megtalálja azt, hogy számára mi az élete értelme. Sokakban tevékenykedik ez az istenkép észrevétlenül, akik például szenvednek, azok számára az élet teher, nagyon sok panaszkodással, aztán a létüket inkább a halál árnyékában, sem mint az élet világosságában élik meg, és Isten életi ígéretét, amit a Szentírásban is oly bőven olvashatunk, megkérdőjelezik, de aki vállalja azt, hogy magában leleplezi a halálistent, az meg fogja találni az életistenét, ami ennek a képnek a pozitív párja, és amiről majd jövő héten fogunk beszélni. Ennyi fért mai adásunkba. Én köszönöm, hogy együtt haladhatunk Isten megismerésének útján. Jövő héten folytatjuk.